Van farmerünk is, ez ki fog itt fogyni. Hol, ott a szén, jó? Fogjuk bombázni. Mondjuk ez abból a szempontból jó, hogy ezzel csökkentjük a hadseregét. És nekünk igazából nem kerül semmibe. Hát csak kőbe tulajdonképpen. Tele vagyunk szénnel, kurva jó. Ez nagyon jó. Yippee!
lehet, hogy ezt... Aha, ide tudunk egy pecásat. Amúgy most nyugi van, hála jó Istennek, tehát azért visszavertük a sárgának az agresszióját, hál' Istennek. Nem tudom, ebben az irányban érdemes ott terjeszkedni. Akkor, hogy mennyi katonám van most? Talán kettő, az nem sok. No more stone, igen. Eleve számítottam, hogy ez ki fog fogyni. Nem baj. Ezért mindent lenullázunk, csákány kell. De abból sok. Erdő. Mondjuk az nem baj. De is rakunk akkor egy farmot. Thank you.
Jó, és akkor ezt mindjárt le is bontjuk. Pak! És... Pak! Ja, hárman költöztek be? Basszus, jó, akkor hármat. Jó, ez így nekem jó, mert ugye egy csata nélkül tulajdonképpen, igen, így azért... Hát a pirosat épp, hogy megelőztem. Nem állunk most rosszul. Tehát, hogy így nem tudtak meglépni, úgyhogy ha majd így csatára kerül sor, akkor nem az lesz, hogy így zívom a fogam, hanem... Ez épp jó. Oké. Hát mondjuk donki. Legyen még egy farmunk. Jó, ezt itt lebontjuk, ez már nem kell. És akkor ide ezt beépítjük majd itt. Itt lesz malom. Ugye ez kiszolgálja a brewery-t, itt lesz malom minden, és akkor hát erre a területre majd innen visszük meg. Ja, úgy kell be innen. Építünk majd egy farmot. Ha ez itt kivágott mindent. Szerintem ide meg egy donkey breeder így ide fér. Mondjuk. Ide egy farm. És akkor egy donkey... Donkey Breeder meg. Vagy azért legyen már szállítmányozás gyorsabb. Az ugye kell nekünk kút. És ide, az mindjárt el fog szépen tűnni. No more fish. Fish no more. Ah, ez nem jó. Na mindegy. Nem baj, ő itt még legalább talál. Nagyon mehet, ezt nem tudjuk elfoglalni tovább, tehát ez itt így ennyi, de ő se tud beljebb területet foglalni, ez mondjuk pozitívum. Ezt el kéne foglalni azért... Egy katapultot építeni, csak ez nem fog ellőni addig. Nem tudjuk megtámadni. Mondjuk, ezt ki lehetne esetleg próbálni, hogyha... Mondjuk egy guardhouse-t nézünk. Volt vas, bazd meg, vidd már ki fele a vasad, genyó. Nem viszi a... Mennyi kell? Kell még 4 darab. Hol nincs, nem elfoglalt. Mindegy, gyártson egy jó párat még. Kell még, mert itt lesz majd még bőven, és szerintem ezek addig nem fognak kimerülni. Ezek is tök jól bírják. Sőt, még itt is van ez az aranybánya. Az is jól megy. És még itt is lesz rengeteg, úgyhogy ez jó. Szépen beosztjuk. Na, és akkor úgy gondoltam, hogy mondjuk itt lesz... itt lesz, nem is, mondjuk legyen itt egy malom. Itt lesz a pék, és kb. Ez mi?
Ez a Donkey Breeder. Gyálunk kizé katonákkal. Kettő van. És kettő. Igen, most kezdjük el az armorit megint gyártani. Mindegy. Hol lesz ez? Úristen, 23-46, Jézusom. De egy Metalworks-en most már ne vigyünk több cuccot. Hát, nem tudom, hogy arra van még valami, hogyha megnézzük a térképet, szerintem ott már... Bár még ebben az irányba haladhatunk. És kérdés, hogy itt találnánk-e valamit. Az, hogy emberünk nincs, mert mint katonánk. Arra kéne neki feküdni, vagy annak. Hmm.
Jó, nekit elvileg elfogyott a fa, ugye? És ez nem is fog visszanőni. Csak azt lebontjuk. Jó, ő még itt vagdossa ezeket. Tower-t. Kíváncsi vagyok, hogy meg mondjuk ide is, tehát végig is scoutunk az hogy van? Van három scout is, az jó. Kukancsunk már oda, hogy ott mik vannak. Mert itt már víz van, szerintem... A kérdés az, hogy itt van-e valami terület, amit még tudnánk hasznosítani, esetleg hegy? Mert ugye erre már nagyon... Na... Na nézzük. Visszavertek ezt is. Zseniális. Nézzük, hogy állunk. A sárga az még mindig... Igen, van valahol aranybányája, azok a tizé... Kéne valahogy... Uha. Ja nem, azokat most költözik be. Azon gondolkodom, hogy... Ezt... Nem tudom megtámadni. Próbáljuk meg, nem tudom, hogyha építünk egy barakot, akkor lehet, hogy ez le fogja rombolni ezt. Talán. Hát ez nem is tudom, ez milyen bánya. Az itt mondjuk arany. Nem, arany, fasztik. Milyen bánya ez? Nem tudom, mi árulkodik arról, hogy ez milyen bánya. Nem mindegy, előbb-utóbb ki fog merülni, mondjuk az vagy én is. Nincs semmi. Talán azt mondja, hogy végig is lesz a... Majd nem már. Picsába. Jó. Jó. És nem próbálkozik amúgy. Jó, hát itt... Itt víz. Oké. Csak szerintem nem, át tudok oda menni. Szerintem oda kurvára nem, vagy át. Itt semmi értelme nincsen, azon aki, lehet, hogy erre a szigetre valahogy át lehetne. No more fish. Jó, ja, most már vannak farmjaink, az, az oké. Okay. Nézzük, ahogy próbálkozik folyamatosan, kurva élet.
De most olyan kicsiket küld, nézd meg! Nekem, haver, nekem ez így tökéletes. Tehát, hogy igazából az én katonáim így nem semmisülnek meg. Aranyom az még van, szerintem bőséges. 75 arany, hát az kibazott sok, és szerintem még, hát itt 4 van. Tehát van 80 aranyam, amit szét tudok osztani. És ugye nem kell utánpót, tehát nem kell pótolnom a katonákat. Igen, ugye, aha, itt még megy azért az arany tallérgyártás. Hát szerintem ez itt ki fog merülni. De nem baj, itt még jön az arany. És bízom el, hogy ezen a hegyen vagy itt még fogok találni. Most az lenne a... jó. Ha tudnék valami... okosságot csinálni. Kettő katona nincs. 4. Mikor már van baszó katona is. Jaj, búzát! És éppen nem támad senki. Na, Andy, ezt lassan most már azért... ezt fel kéne térképezni. Sziasztok! Szia Lenny! Köszönöm szépen a raidet! Majdnem elaludtam már, és örülök, hogy fölkeltettetek. Hali! Mizu is! Éppen hatalmas nagy izgalmakban vagyok. Pici berékkel mentem 2 kör Counter-Strike-ot, de... azzal a csapattal, akiket mindig összeránt, mindig csak MM-et megyünk, mert... senkinek nincsen... Na mindegy, jaj nem, és... jaj, na. Nem csak fölhúzom magam, szóval mindegy, visszat elkezdtem Settlers-ezni, és utána kb. 10 perccel azután, hogy elindítottam a Settlers-t, írt Piciber, hogy na, mehet a csé? Hát, mert nem tudok nemet mondani. Aztán két emem után könnyű volt azt válaszolni, hogy inkább megyek vissza, és és itt van a csodálatos kis Settlers, amit amúgy imádok, és ezzel most így tök jól állok éppenséggel. Csak nem tudom gyorsabban pörgetni az időt, és most így várunk. Mizu is, na milyen volt a... gondolom Counter-Strike. Vagy Apex? Apex Legends? Hiszem azt is szoktad, ugye? Ugye, hogy ugye. Hmm.
Na jó, de gondolom nem MMM-et mentetek, vagy nem, meg nem is premiért. Izé, feca volt, vagy? Ja, épp összekeztetek. Aha. Hát, én is gondolkodtam azon, hogy... Ó, kimerült ez a bánya. Hát, ez szomorú. Nem baj, van még vásbánya, ezt itt összekötjük ezzel. Mindent is mindennel összekötünk. Fészít? Ja, na, hát a fészít azért egy... Fokkal talán... Talán jobb. Bár, ezért van remény, azért így a vacnak a... Három per... Hát akkor hát gratula a 3x3 minhez, ne viccelj már. Bravo, bravo! Szóval, mit akartam? Azért premierben is van remény, talán pont Kodinak a streamjében volt. Állítólag még a vac az mondjuk eléggé bután működik, tehát hogy ami mi ezt pinbotot tudja detektálni, tehát azt valamiért azt én egyértelműen tudja. Hát nyilván mondjuk, mert bár hogyha valaki magas lenzire felhúzza az egerét, akkor ugye az is tűnhet úgy, mint hogyha az pinbotozna. De állítok, azt nem csapja ki, de azt hiszem a Kodinak a videói között láttam egyet még egy-két héttel, vagy talán egy hónappal ezelőtt, hogy mentek nyúkon, és T oldalon az enemy már 8-2-re vezetett, Kodiék CT-ben ugye, és akkor jönne a 11. kör, és egyszer csak match cancelled, és ki lett bandolva ezért. Úgyhogy van remény, premierben is, én mondjuk azóta ahányszor premiereztem, nem tapasztaltam, pedig hát lecsaltak nem egyszer, úgyhogy... Ó, és közben itt ez a kis favágó is nagyon szépen elvégezte a dolgát, ami azért jó nekem, mert ide egy kurva nagy farmot fogok építeni. Sőt, két farmot, pékkel, meg kutyafaszával, és akkor... Ajaj, ajaj. Ó, uha, azok erősek. Hiha. Hűha. Jó. Az nem jó. És ezt támadja a rohadék, a fú, a dögöl. Na, jó van. Kapsz még a pofádra? Remélem legalábbis. Jó, oké. Nem ide kéne katapult, hogy... Picsába, nem tudok katapultat építeni. Jó, széveljünk. Igen, ugye itt az izény miatt, az erő, a potenciális bányák miatt, ugye ide még nem építettem bányát. Csírsz, hogy csinálj, szemények, rendben, szemények. Anyád, tryharding, nehogy, na, te vagy egy tryharding. Ojaj, már megint, ne, mi, ja nem, jó, oké. Okay. Nézd meg, megint jön a katona, a kurva anyját. Ja nem, csak oda költözik be. Kéne ide valahogy egy katapultot épít, el tudjuk foglalni. El kéne foglalni. Az lenne a menő, hogyha elfoglalnánk, és akkor utána tudnánk. Na igen, szóval, hogy mi van? No, I'm not... Yeah, Hungarian is a very difficult language. No, this game is my favorite game. I was 10 years old when they released this game. I haven't played that time because I might had a computer, but I think not the best PC when I was 10 and no 12 because it's from 1995 and yeah, it's a strategy game. It's not that difficult like the others. So there are many strategy games which I don't like because they are more complicated. Here you just have to just look. When you want to build something, you need wood and or stone. So you need to find these stones are not good, but these are only decorations. I don't know, but these kind of stones. And then you build a quarry, and the guy will come out and make you stone. The wood is okay because you can you can build forester, woodcutter, sawmill, and then you can produce wood piles. Remélem, a szomszéd le van szarva a szomszéd, most már ide kiköltöztem direkt miatta az egész izé stúdióval, úgyhogy bassza meg már, hogy mi. And then you need to build farms to have food for the miners. The miners can mine gold,
coal and iron. From those you can make money. From the money your military can grow and be more stronger. So yeah. It's not dwarf fortress that's really hard and try hard. Angol kinesztrimen, de én tudok angolul beszélni, nem good night, köszönöm szépen, Lenny, hogy itt voltál, meg bekukkantottál. Majd megyek én is hozzád. Szoktam ám nézni, csak nem mindig, hát nem sok időm van, az a baj. De most már egyre több lesz, remélem, úgyhogy köszönöm még egyszer a raidet, meg jó éjszakát neked is. So yeah, it's not that difficult like other games, and it's not that fast. Yeah, sometimes when the enemy is aggressive, this yellow is... Oh, bassza meg, a kurva élet. Csökken a hadseregem, az a baj. Kéne foglalni. De már nem tud építkezni. Mit kéne? Ki kéne találni? Nem tudom őt sem megtámadni, ez se. Próbáljunk ide építeni valamit? Próbálkozzunk meg vele. Hát. Órikámat, ez még mindig működik, 8%, de még van benne némi arany. Ez érdekes. Aranyunk az mondjuk van bőven, tehát fejleszt, nézd már megint támad, a rohadt folyamatosan. Na jó, lehet, hogy viszont betöltöm. Márjá, most itt, igen, ezt lebontottam. Igen, és azt befog költ, ezt itt elfoglalom. Nem érdekel. Kell ide is ezért valahogy katapultot építenem, mert innen jönnek folyamatosan a rohadt támadások. Menjen a picsába. Na nézzünk, menjünk ide egyet. Ja, és akkor... Hát most ment betölt lesz, mert hogyha elverjük, akkor utána jön a következő. Nem állunk eddig jól. Most addig töltöm be újra, amíg nem fogunk nyerni. Ezt tudom, hogy kicsit ilyen csalás, de... Hát mindegy, a játék lehetőséget ad rá, úgyhogy...
Yes! A kurva nénikéteket. Hát, ha látnék valamit abból a tetves útból, de hol van? Bazd meg. Hol van ott út? Hát szerintem nagyjából ott. Innen támadj meg, te buzi. Jó, nagyon jó, és ide megrakjuk egyből a katapultot. De valahogy ki kéne bekelni. Jó, ide jöhet is a pénz. Ide már nem kell. Jó, és akkor ide akartam. Hát jó lenne két farmot. Azt mondja, először egy... Itt lesz egy malom. Meg visszafoglalta, bazd meg. Csába.
Szevasz, szevasz rá, Real Thomas! András után következik, András után következel. Én András. Csacsaja. Most azt... Basszus, azt kéne valahogy elérnem, hogy... Nagyon sok katonával támad. Mondjuk belőle nem kell ember. Hát most az a kérdés, hogyha ugye ez az előző, hogyha ezt belódolom, de itt már nem, akkor azt kéne belódolni. Kurva Isten faszát, ez most melyik mentésem, bazd meg? Hát, nem is ez kéne, lehet, hogy... Hogy ezért? Legyen ez. Na, most
jól állunk. Okay. Ja, és akkor ide akartam. Jó, akkor csináljuk. Szóval ide egy malmot, ide egy péket. Lehet, hogy most már elég. Mondjuk 2,5 óra. Hát egy jó 3 órát beletettem. Nem állok rosszul, mondjuk a térképnek egy nagyon kis... Ja, az láva jó. Rész. Hát, nem tudom, hogy itt van-e még lent valami. És lehet, hogy itt van úgy sziget. És szerintem a piros meg valahol itt lesz. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor piros végül is alattam van. Tehát a sárgán át tudom rágni magam, és lehet, hogy mondjuk valahol a szélén kell majd megbontani a... katonáim legalább. Melyik? Ez. Ez nem jó. Lassan az aranyunk az elfogy, mindegy, akkor majd elkezdünk itt keresgélni. Ezt megnézzük, hogy hány... Ó, csákányban van 21, jó. Tudok akkor ércet keresni, hát kezdjünk, akkor szerintem álljunk neki. Először mondjuk, mindig mentünk egyet. Ugye nem támad semmi, jó. Szénbánya. Ugye szóval, hogy el kéne foglalni. Ők itt fejlődnek, ez mondjuk jó. Hát ez abban szemben jó talán, hogy ezt itt most befoglalom majd. Meg talán ezt a területet is. És... Aha, jó, az elmegy vissza.
És talán tudok katapultot építeni, és akkor így távol tartom magamtól őket. Ez a hegység itt, ez itt lassan kiürül. Geológus. Nem. Jó, hát szénnel tele vagyunk, mint a déli busz. Ez mondjuk tök jó. Egy kis vas van ott. Megnézzük, hogy itt mi lesz. Jézusom, rengeteg. Yippee!